Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. Magyarországon és a világ többi részén egyre nő a regisztrált autisták száma, és egyelőre nem tudni, hogy ez miért van. A becslések szerint hazánkban a lakosság 1%-a körülbelül 100 000 ember diagnosztizált autista, de ennél jóval többen lehetnek. Mai rendhagyó műsorunkban Zékis Adriána vendégünk, egy autista kisfiú édesanyja, akivel beszélgetünk az autizmusról és a boldog, illetve nehéz pillanatokról az életükben. Melyik van túlsúlyban? A boldogság, a nehézség? Hogy van ez? Szerintem ez tőlünk függ. Én azt mondom, hogy a boldogság, mert az én döntésem az az, hogy nem a nehézségekre fókuszálok, hanem a jó dolgokra próbálok nézni. De nyilván, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsen nehézsége egy autista gyereket nevelő családnak, mert van, de az én részem ebben az, hogy mire fókuszálok, és ezáltal a környezetemet is mire inspirálom, hogy a jó felé forduljon, vagy a nehézségek felé. Hogyan indult ez a történet nálatok? Miből vettétek észre, hogy egy kicsit más, mint a többi kortársa? Egy éves korában, ami nekem nagyon hiányzott, hogy nem akar velem kommunikálni. És akkor mindenki legyintett, hogy nem is kell tudni beszélnie. És mindenkinek nekem kellett elmagyarázni, hogy a kommunikáció és a beszéd az nem ugyanaz. Az én gyerekem halandzsa nyelven sem akarta nekem megmutatni a katicabogarat, hogy jön a busz, hogy nézem meg a fákat, a villanypoznát, tehát semmit. És nagyon hiányzott nekem az, hogy a halandzsa mellett nem mutogatott, nem mutatott rá dologra, nem akarta az én figyelmemet valami számára érdekes dologra irányítani. És akkor kezdtem el gyanakodni, hogy valami nem úgy van nála, mint az átlagos gyerekeknél. És a Benike is, igen. Milyen érzés volt, mikor megtudtátok, emlékszel-e arra, amikor diagnosztizálták nála, hogy autista? Először megkésett fejlődést kapott egy másfél éves korában, és 3 éves volt, amikor megkapta az autizmus diagnózist. Tehát sír az ember. Akkor is számítottam rá, mert másfél éves kora óta számítottam, hogy egyszer el fog jönni a pillanat, amikor kapok egy ilyen diagnózist. Ettől függetlenül hiába számít rá az ember, nincsen felkészülve rá. Nehéz pillanatok voltak. Az autizmusnak van több fajtája, ha jól tudom. Ez egy nagyon széles spektrum, igen. Igen. A Csonginál melyik eset áll fent? Ő súlyosan érintett, és ő nem tud beszélni, tehát ő neki a kommunikációban. Az, ami kiskorától kezdve hiányzott, az még most is 9 évesen is hiányzik. Mi az, ami a különlegessége, vagy mi az, amiben más az egészséges kortársaitól? Nem tudok róla, hogy lenne szuper képessége. A férjem azt mondja, aki zenész, hogy abszolút hallása van, de nem tudja ezt kamatoztatni, tehát én így nem tudok ennél konkrétabban az ő abszolút hallására, mint szuper tehetségre gondolni. Nem tudok róla, hogy neki lenne ilyen. Miben más a Csongival való együttélés mondjuk étkezésben, kommunikációban, vagy ez a félelemérzet, amit olvastam talán az egyik interjútban? Hát az autista gyerekek nagyon sokszor például extrém étkezők. Ez azt jelenti, hogy bizonyos színű, állagú dolgokat esznek csak meg. A Csonginak a normál ételek száma, amit így egy ilyen étlapra tudok feltenni, az 5 darab étel, ebbe benne van az összes reggeli, vacsora, 10 órai, és az a pár főttétel, amit megeszik, konkrétan 1 főttételt eszik meg. Tehát az étkezések mondjuk ilyen tekintetben azért egészen más, hogy néznek ki nálunk, mint egy átlagos családnál. Mi ritkán ülünk le 4-en egyszerre az asztalhoz, minden 4-en ugyanazt a főzeléket, levest vagy bármit elfogyasztani. Van a félelemérzetben is egy jelentős különbség az átlagos gyerekekhez képest, konkrétan nincsen neki, tehát hogy ez a jelentős különbség, hogy ő nem fél dolgoktól. Rá úgy kell tekinteni, mint egy nagy testben bújt kisgyerek, akire ugyanúgy, tehát a kezét nem tudom elengedni az utcán, végig fognom kell, mert simán lelépne a járdáról az autó elé, nem nézne körül a zebrán, tehát hogy a félelemérzet azért sokszor nagyon, nagyon veszélyes dolog. Az alvászavart is olvastam. Máshogy alszanak az autista gyerekek? Hát nem mindenki,
minket ez is érint, az alványzavar. Igen, nagyon-nagyon csökkent az ő alvás igénye, és eljutottunk arra a kritikus pontra, amikor hajnal egyig altattuk, és cserébe reggel 5-kor már keltünk fel vele, és akkor az volt az a pillanat, amikor segítségre szorultunk, úgyhogy most nincsenek alvászavaraink, mert egy biokészítmény segít neki abban, hogy el tudjon aludni, de ez is sokszor előfordul autista gyerekeknél. Akkor veszítünk, ha az utolsó labda is hamarabb kijön, mint ahogy mi bedobjuk a következőt. Tessék! Ugye nektek van egy egészséges fiútok is, hogyan viszonyulnak ők egymáshoz? Ők nagyon-nagyon jó testvérek, de ebben nagyon-nagyon tudatos szülői jelenlét kellett, mert két teljesen különböző kisfiút nevelünk mi a férjemmel, a tűz és a víz, a yin és a yang, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon különböznek, és nekünk kellett az alapoktól kezdve segíteni az ő helyzetükben a kommunikációt, hogy én a hangja voltam az ő nagy testvérének, és mondtam neki, hogy bár nem tudja mondani a testvéred, de azt gondolja szerintem, hogy. Vagy most biztos megköszönné, ha meg tudná köszönni, hogy odaadtad a labdát, a kekszet, a nem tudom mit. És szerencsénk volt, mert ez a munka, amit belefektettünk abba, hogy ők jó testvérek legyenek, ez megtérült, és ők tényleg nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vannak. Csonginak, ugye az autista nagyfiunknak, a Beni az egyetlen gyerek a világon, akinek engedi, hogy ráüljön, hogy megcsikizze, hogy megölelje, hogy együtt ugráljon vele, hogy beüljön a hintába mellé, tehát hogy tényleg... Bár nem tudja elmondani, de látszik rajta, hogy nagyon különleges helyet foglal el a szívében. Nincs olyan néha ilyenkor ilyen féltékenységérzés, hogy esetleg ugye a sérült kisfiúra több figyelem kerül? Nem, mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi a férjemmel együtt élünk egy családként, tehát nem elvált szülők vagyunk. Így az a szerencsés felállás van, hogy kettő gyerek, kettő felnőtt. Tehát, hogyha adott esetben a Csonginak extra figyelemre van szüksége, akkor ott van még mindig egy másik szülő, aki viszont meg tudja a kellő figyelmet adni a kicsinek is. Megreztel. Ha már szóba hoztad a férjedet, akkor beszéljünk egy kicsit Zalánról. Ő milyen szerepet játszik a család életében? Ő egy nagyon-nagyon empatikus férfi, akinek egy pillanatig sem volt probléma az, hogy nem tökéletes a családunk olyan szempontból, ahogy a külvilág leír egy tökéletes családot, ahogy annak nehézségeink. Ő nagyon jó játszó fajtás a gyerekeknek, de azért a fejlesztéseknek, a terápiáknak a menedzselése azért az én feladatom a családban. És akkor beszéljünk most a könyvedről. Milyen indítatásból írtad ezt? Honnan jött az ötlete a könyvnek? Én nem szerettem volna könyvet írni, én csak írtam magamnak a mindennapjainkról. Ezt a 24 órás műszakot, amit a otthonápolás alatt teljesítettem minden áldott nap, ezt elkezdtem így dokumentálni, elküldeni a családtagoknak. Egy idő után, amikor már több összegyűlt, azt gondoltam, hogy majd a testvérének felnőttként lehet, hogy érdekes lesz, hogy milyenek voltak ezek a mindennapok, amikor ő még nagyon pici volt. És aztán... akik olvasták, azt mondták, hogy érdemes lenne ezt könyv formájában idegen embereknek is elérhetővé tenni, ami, megmondom őszintén, hogy nekem egy nagyon nagy kérdés volt, hogy a mi családunk története egyáltalán érdekelhet-e valakit, meg hogy jövök én ahhoz, hogy az összes autista gyerek nevében mutassam be a hétköznapokat, hiszen én csak a saját családunknak a hétköznapjait tudtam bemutatni, de mégis az ember tudja, hogy ez egy általánosítással együtt jár, hogyha nálunk így van, akkor biztos mindenhol így van, és hát ezt pedig tudjuk, hogy nem így van. De aztán valahogy önbizalmat öntöttek belém, és így azt mondtam, hogy akkor próbáljuk meg, és ha megpróbáljuk, akkor viszont nem szerettem volna
ebből hasznot húzni. Nem szerettem volna a könyvvel pénzt keresni, hogy a gyerekem fogyatékosságából legyen nekem bármi anyagi java, és ezért választottuk ki az autisták védőotthonát, ahova pedig a könyvnek a használt kötetenként 500 forintot továbbítunk. Honnan jött a könyv címe? Nem beszélő kisfiú anyukájaként a szavaknak nagyon-nagyon ilyen misztikus szerepe van az életünkben, hogy egyrészt várjuk, hogy a gyerek egyszer megszólaljon, hogy egyszer képes legyen velünk kommunikálni, másrészt meg végül is szavak nélkül is megértjük őt. Tehát, hogy olyan nagyon-nagyon érdekes kettősség, és amikor a 9. születésnapja volt a Csonginak, akkor gondolkoztam azon, hogy mi is a mi családunknak a mottója, vagy... És ez a mondat így eszembe jutott, hogy a szeretethez nem kellenek szavak, mert én tényleg így gondolom, hogy a szeretethez nem kellenek. Miről szól a könyv igazából? Hogyan vezeted végig az olvasót a ti történeteken, és mennyi az aktualitása a mai autista helyzethez? 19 rövid történetben mutatom meg az autizmusnak azokat a területeit, ahol eltérések vannak. Ezek nyilván a mi történeteink, tehát itt nem lesz benne lexikális tudás, hogy az autizmussal együtt jár ez és ez, hanem a mi családunkban megmutatom, hogy ez mit jelent a hétköznapokban. Ilyen az alvászavar, a félelemérzet, a kommunikáció hiánya, hogy néz ki nálunk, ha egy lyukas fogat be kell tömni, vagy milyen a kapcsolat a testvérek között. Tehát amiket itt a beszélgetés alatt már érintettünk, ezeket a helyzeteket mutatom be nagyon-nagyon rövid kis történetekkel. Nem is a történet a lényeg inkább, hanem a fotó, amivel az egészet igazolom, hogy ezek tényleg így néznek ki nálunk, ilyenek a pakolások, ilyen a rugalmatlanság, ilyen a tévénézési szokása a gyermeknek, de hogy ez nem egy egybefüggő regény, hanem 19 rövid kis történet, igazi hétköznapi történet. Hát mind a 19-ről nem, de legalább egyet mesélj el, most ez a fogbetömés is egy érdekesség szerintem, vagy akár a tévénézés. Ezekben mi a más? Hát a fogászati kezelés az például nála altatásban valósulhat meg, ami ettől egy kicsit ijesztő is az embernek, meg hát azért nem is olyan könnyű, hogy akkor elmegyünk a fogorvoshoz, beülünk anya ölébe, kinyitjuk a szánkat, és akkor betömik azt a fogat, hanem komoly vizsgálatok előzik meg, és azért ez egy kórházi bentartózkodással együtt jár. Tehát, hogy azért ebbe van nehézség. Vagy például a tévénézésnél a kisfiam azt várja, hogy mikor van vége a reklámnak, hogy tudja nézni a mesét, és amikor reklámban kiszalad a szobából, mert akkor kell enni, inni, a mosdót használni, a nagyfia meg pont akkor szalad be, mert neki a reklámok azok, amik érdekesek, a különböző logók, a filmek végén a stáblista, őt ezt hozza lázba, neki ez a érdekes. És olvastam még azt is, hogy a boltba leszaladni egy kifliért, az is macerásabb ilyenkor? Hát igen, macerás, mert a időérzékkel is vannak problémái, és mondjuk egy sorban állás, hogyha kifogunk egy hosszú sort, akkor az bizony nagyon meg tudja nehezíteni, hogy hogyan fogunk tudni fizetni. Vagy képzeld el azt, hogy vásárolsz, de egy kezedben végig egy 9 éves gyereket vissza kell tartanod, hogy ne menjen ki, de pakolsz ki a futószalagra, pakolsz a táskából be a futószalagra, és közben még fizetned is kell a dolgokért. Szóval nehéz. Mi a könyvnek a fő üzenete? Mi a célja? A célom az az volt, hogy egy friss diagnózissal rendelkező anyuka lássa azt, hogy van élet a diagnózis után, hogy igenis tudunk boldogak lenni akkor is, hogyha sokszor nehezített pályán mozgunk. Igen, még az lett volna a kérdésem, hogy az autizmus az azért hazánkban egy kicsit tabu téma, nem sokat beszélünk róla. Ez szerinted miért van, vagy hogy látod hazánkban a helyzetét ennek a kérdésnek? Az a helyzet, hogy ez az állapot, ez egy nagyon-nagyon széles spektrumon van, és minden gyerek más. Tehát, hogy az egészen jól funkcionáló, magasan funkcionáló gyerekektől kezdve egészen odáig, akik a spektrum másik szélén vannak, akiknek egyéb fogyatékossággal társul az autizmusa. Szóval ez egy nagyon-nagyon széles skála, és nagyon nehéz erről beszélni, mert
Én is most beszélek róla, de az én fiam súlyosan érintett, és egyéb fogyatékossága is vannak. Nem biztos, hogy mondjuk egy jól funkcionáló anyuka egyetért az én szavaimmal, az én problémáimmal. Szóval nehéz erről beszélni, mert minden gyerek más. Az intézmény, ahol őt fejlesztik és tanul, arról egy pár szót, ha mondanál, azért egyre több ilyen iskola van, nem? Hazánkban. Van, csak nagyon-nagyon kicsi a férőhely, mert hogy nyilvánvaló ilyen gyerekből nem ülhet 25-30 egy osztályterembe, tehát hiába vannak osztályok, azért így még mindig nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és egy helyre nagyon-nagyon sokan jelentkezünk. Mi nagyon szerencsések vagyunk, mert a kisfiam egy nagyon-nagyon klassz intézménybe került, ahol olyan ellátást kap, amiről csak álmodik az ember, de azért nehéz az iskolaválasztás. És akkor a végezetül csak pozitívan egy idézetet, ha esetleg mondanál a könyvből, amit te írtál, és ami egy útra való lehet a nézőknek. Na, ez azért nehéz, mert hogy én úgy írtam a könyvet, hogy nincsenek benne ilyen nagyon kiragadható idézetek, nincsenek ilyen na, most én megmondom az igazat, és így kell élned. De talán, és most nem fogom magam szó szerint idézni, talán az a legfontosabb, hogy elfogadja az ember, hogy minden változik, a jó dolgok is, és a rossz dolgok is. És lehet, hogy ma valami nehézség adódik az életünkben az autizmus miatt, de holnapra már ez múlt idő, és lehet, hogy teljesen új dolgok történnek velünk. Szóval mindig pozitívan kell előre tekinteni. Nagyon szépen köszönjük! A minőségi időt látták, műsorunkat visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!